ez túl kevésnek hathatán. Ez csupán a kezdet, látni fogja már az első csók után, hogy test megép egy estet, test megép egy estet. Sokkal érdekesebb lesz, hogy a tanítás idejében legyen, és a mai órán arról fogunk tanulni, hogyan éltek Zsigmond elődei Budapesten 200 évvel ezelőtt, mondjuk az 1960-as évek közepén. Mindezt tesszük ugye a virtuális realitás csodálatos technikák segítségével, amikor most majd magatok láthatjátok, hallhatjátok, hogyan éltek akkor. Azok az emberek, akik annyi furcsa dolgot műveltek, számunkra nagyon érthetetlen egyik más ide, hát Istenem, sok időt eltelt azóta. Tudjátok, jövő héten dolgozatírás lesz ebből. Tessék jegyezni, figyeljetek, nagyon figyeljetek, kérem az órán, előöltözzetek. Nagyon nehéz, hogy figyelni, és meg tanítani, és többen előöltözzetek. Ha már muszáj előöltözni, akkor legalább tegyen fel hangtompítod az illetőt, már túl jó. Rám ne pazaroljátok a golyót, mert ugyanis fölösleges és érthetetlen vagy. Én csak a virtuális realitásban létezem. A játék. A játékban, ahol nincsenek határok, nincsenek formák, ahol minden lehetséges, mindig új formában, új körülmények között bukkanhat fel, ugyanaz a szerep. Lássuk tehát, hogy hol lesz a játék. Tükönj! Na már most, kedves gyerekek, itt vagyunk, Budapesten. Ez itt mi pártnál, ez egy utca, egy út, egy park mellett, amit abban az időben is arra célra használtak, amire most közlekedésre jó. A nagy különbség az, hogy akkor az emberek többnyire gyalog közlekedtek. Érdekes. Azért van itt ez a park is, mert ezzel állítólag, hogy fenntartották azt a gépítet, hogy valami közük van a természethez. Na de mindegy, itt van a pad is, hogy azok számára, akik gyalog közlekedéstől elfáradtak, valami pihenési alkalmatosság legyen kéznél. Habár az utóbbi kutatások kimutatták, hogy a padot, főleg a sötétedés utáni órákban más célokra is használták, mint pihenőre. Erről majd a jövőre tanultok a szexológia óra. Ez pedig itt, ez egy kávéház, úgy hívták, hogy press. A presszóba állítólag azért mentek az emberek, hogy valami frissítőt egyenek, ugyanak a valóság az, hogy azért mentek el, hogy lássák, hogy ki kivel találkozik. Ebből aztán messze menő következtetéseket lehetett levonni. Az a nagy fekete valami ott a sarokban, azt úgy hívták, hogy zongora. A mai kiportak volt az elő, az ős. A zongrát csak erre speciálisan betanított egyén használhatta, mint azt fogjátok hallani és látni. Egy nagyon rendes volt a rendeltetése, mert állítólag a jó kedvű embereket elszomorította, és a szomorúaknak felvidékült az nagyon érdekes. Na, mindegy, szóval ez a játék tér. Itt fog lezajlódni ezután az egész történelem rendszer, történelem volt. Tehát kezdődjön a játék! Majdnem elalszom.
jó szórakozást kívánok a Nosztalgia Presszó műsorához. Gergelyen, nagy ritka.
Thank you.
magány, és roppancsán ító. Ne gyújtsuk lámpát, nézzük az esőt, közöttünk láj a cöpögő a csőt. Nekünk mesél, az mesél a parázs, nem érti más, szerint a rázs. Édes esőst, vasárra délután, kettesben könnyű van. Akkor ültem a parton, mikor egy úr jött az útba volt, ötszük engem karomba venni. Ültem a parton, mikor egy úr jött, az volt bevallom, őt szakenném, karomba venném, ezt Yeah.
túl lesz. Elindulhat neki az életnek. Igen. Előtte áll az egész én. Hát biztosan választott is pályát magának. A fiúk ilyenkor tudják már, hogy mit akarnak lenni. Én is már érettségi előtt pontosan megmondtam. De Lajos! Hiszen te nem is érettségi. Érettségi előtt 6 évvel tudtam már, hogy vezető beosztásba leszek. És lettem pincér. Főpincér? Az én kicsi fiam még nem választott pályát. Különben megmondta volna nekem, Fricikém olyan jó gyermek. Mindent megmond nekem. Az a lényeg, hogy leérettségizel, aztán majd meglátjuk, hogy lesz. Pici orvos lesz! Igazad van, Lajos! Az gyönyörű pálya! És Pricikének biztos óriási tehetsége lesz hozzá! Megnyitjuk az egyetemre, ledoktorál! Veszünk neki egy autót! Vegyünk egy kórházba, aztán Priciből orvos lesz! Sőt, talán ő lesz a miniszterelnök! Orvosa is! Hiszen tudod, olyan jó modora van! Úgy van! Pici orvos lesz, és nagy karriert fog csinálni. De mi lesz, Lajos, ha nem veszik meg az egyetemre? Egy Schlesinger figyes nem vesznek fel az egyetemre? Egy Schlesinger figyel, de egy csupa házi. Jó, de akkor a Piciből nem lesz orvos. Egy tehetséges ember más pályán is megállja. Igazad van, Lajoskám, igazad van, csak egyet ígérd meg, hogy nem csinálsz a fiunkból építészt, jó? Még? Hát tudod, ameddig azokat az földszintes meg egyemeletes házakat építették, addig minden építészre jutott egy-két ház. De amióta azokat a magas alt meg két emeletes házakat építik, addig az építésze kétharmad része égeti. Akinek még munkája van, annak is olyan magasat kell dolgoznia, hogy én azt mert nem kell ezt elépítésre, hanem a Frici. És azt hiszed, hogy én nem mennék el minden nap ennyit, hogy jól dolgozik az én drága kicsi érettségizett Fricikért. És két emelet az én fájós lábaikat. Az előbb még azt mondtad, hogy úgyse kap munkát. Hát akkor meg minek legyen építész? Jó, Friciből nem lesz építész. Építészet el van vetve. Talán! Először is! Nincs hozzá tehetsége! Másodszor is! Nem veszik fel az egyetemre! Harmadszor? Még tanulónak is rossz nem vagy tanárnak! Különleg is! Minek az mit tanár? Ma holnap már több a tanár, mint a tanuló! Nem baj! Legalább a tanárok is bejelentkoznak újra iskolába, tanulók! Esküszöm rájuk még! Hogyne! Hát azért végezel az én drága kicsi fiam az egyetemet, hogy majd izguljak, hogy 50 éves korában leteszi az érettségit. Na nem, nekem elég volt az izgalomból. Elég volt. Nem. Jó, legyen neked igazad, Piciből nem lesz tanár. Ne menjen egyetemre, különben is egy ilyen zsúfolt pályára minek menjen. Tegye le az érettségit, aztán lásson valami hasznos munkahogát még. Menjen állat.
nem vagy az a régi, kezd el kidőlni.
és megszűnik a divakról, megszűnik a cigaretta, megszűnik a Thank you.
arról egy dalt adni nektek, amit elgondolkozhatnátok majd egy kicsit. Ugyanis a helyzet az, hogy bár tudom számotokra ez csak így van teljesen, és így néz ki, de a valóság az, hogy nem csak a 20 éveseké van jelent. Oh,
kifejezetten az ön számára hozattam viccáról. Ezt elhiszem, de nem tudta. Ne hamarkodj el a dolgot. Ez a klub négyszeres derbigyőztes. Jóval többet ír az ára. Elhiszem, hogy te nem kell. Na, nem kell. Menj! Hát mit csinálják ezzel a dolgot? Tudom én, azt is tudom, hogy három éves és hogy négyszeres derbigyőztes. Ezt hagyja át meg, hogy lehet, hogy három éves? Valakulőt! Na, mindegy, akkor sem érdekel. Nem, nem. Könyvöm, nem menjen még el, hát mit csinálják, mert nem tudja meg, hogy mit csinálják. Adjon el egy hirdetés, mit tudnám? Egy hetet eladtam. Na, látja, nem csodálatos állat, ma csak jelentkezik valaki, érdekes. Hát akkor... Na, viszontlátás. De hát, várjon meg, hogy hallgasson végig, hogy hallgasson. Az életünk maga jön. Kicsit. Az életünk.
ajtóstól a házba. Az igaz. Az igaz. Azért a... Mégiscsak nem tudott magának egy fényképet. Kérlek, ha komolyan a szándékai, akkor megtekinteni. Fényképet meg csak sajnos igazol. Azt elfelejtettem. Ez az évben. Pedig ez baj, pedig nagyon nehéz lesz. A legalább azt mondja, hogy meg, hogy barna, vörös, fekete. Fekete! Istenem, a legkedvedlebb színem. Azért mégiscsak kár, hogy ő nem hozta magába. Hát ez nagyon jó. Be sem féltem az ajtót. Amit hát nem ajánlatok.
csinálom. De mi csináljak, ha nem mosakszik egyedül? Nem a cirkuszban vagyunk, uram! Csak arra kell nagyon figyelnie, hogy a vásárlászó 100 irányosra tartsa. Mert ez nagyon kényes. Miért? Fős a láb? Mi az, hogy a láb? Te költöl tap! Thank you.
leszel még. Minden arcon mosolyog felé, minden sarkon csak belősz felé. És oly szomorúan kérlek, hogy annak újra egyszer még. Hiába sírom, most visszahangolt a csodás szépen tenni.
hozzám a régi szép emléket, csak jöjjön, és sírj, hogy köszönöm, Évókró. Köszönöm. Micsoda csapás? Micsoda csapás? Szegény jó Elsa. Szegény jó nagyságos asszony. Micsoda csapás? Rettentő csapás. A drága jó élet. Maga ismerte őt, Évókró. Maga ismerte. Aranyból volt a szíve. Aranyból főnök, az nem szó, gyémánt, de se szóval. Micsoda odaadó feles, pintás család, és micsoda üzlet asszony. Tehát ilyen az élet főnök úr. Igen, így van, maga ismert őt, mi volt. Mondja, iszik valamit? Lajos! Igen, hozom. Biztos ebben, jó? Egész biztos. És kivel csak meg, jó? Velem! Már amit a fölött, én nem tettek róla. Csalódta magában, jó? Mit csinálja? Egyszer-ketten voltunk a raktárban, és letettek. Tudja, hogy erős volt? Mint a mi baj. Szegény, jó?
Legyen jó főnök úr! Na, ígyunk be! Szervusz, Dezsőkép! Egészségem! Elbújva mertek csak nézni, ha vagy hozzám utat sok szép lányom.
sosem. Tudod, hogy ő csak szó. Mindig ezt nem hiszem. Mit szólna hozzá a csekszó? Melyik is a sok-sok város atya? Ha érdeklődik tartva, én mennék el oda. Igen, mit a csekszó? És a sok-csi a csirány, ne tudna szó az itt egy csekszó. Bámul a csermel rám. Van egy város, ez a fontos, amire az a szélető. Ez a város, ahol Jackson, más és más mondinék. Jó, Jackson, te tudjál állom. Tudd már egy Jackson, amit látod, ezt látom. Van egy város, ez a fontos, amire az a szélető. Jöjjön ám hadával a herceg. Ez a London csillaga.
bal jelenbe, puty, puty, puty! Erről van szó! És gondolod, hogy ezzel nem jár valami játék? Elénekte a miniszterelnök, hogy megbukott, hogy fuss a karrierének, és ezt nem kell valahogy érzékeltetni, bemutatni a közönségnek. Ez a legnagyobb tragédiák egyike. És amikor azt mondom, hogy fuss a fejembe, szabok és jobbra. Mert megint mondom, hogy fuss, és jobbra akarok, arra ugrálok, ne semmi pofával, mint egy bukott miniszterelnöknek kell. Ehhez tehetség kell, ezt meg kell tudni játszani. De nem az én pofám el. Hát mit csináljuk? Hát valóban ott állnak az aprólók, középen ül az öreg király, jobb oldalon van egyedül hely az ugrálása, teheteki arról, hogy a hátra jövőt sírsz. Jövőr, te mondtad, hogy szeretsz. Hát nem szeretem. Mint volt a csillagokat, mint tengerhajósat elkelünk napot. Miért jól szeret? Én elnyomlom. Igen, magad is beismered, hogy elég állsz, ugye? Átkorolok is elvallom. Az ember az takarja a betétását. Mikor én takartam két évig Berestén Debrecenben, hogy a végül is bocsánatot kért és megadta a 10 forintot. De az ember nem takarja azt, amit szeret. A harmadik felvonásban nekem jobban lenne eléd állni, mert te akkor már bukott miniszterelnök vagy. Én visszakapom a hetedik virágomat. Tudod, amikor tenni az öreg fiáj is megüléket. De akkor olyan viccesen jutsz oda, hogy téged megjuttak. És én tudom, hogy neked ez egy nüanszor, és félre húzoltok. Pedig a rendező nem is mondta. Látod, Gyurály, ez a szerelem. Nem pedig az, hogy te beállsz a pofám el, és úgy húzsz meg. Ehhez neked semmi között. Az életemet elveheted, a művészetedet beleszólni. Nem engedem. És nem tetszik. Menj a direktorhoz, menj a rendezőhöz, menj ahova akarsz. Nekem ennél a színháznál 200 forintom, a legyen csak 130, meglátjuk, kinek ezt igazom. Tehát nem nézel előlem a fináliba? Nem. Hát akkor én egy elég árnyok a harmadik felvonást, amikor az öreg fián megyünk. Azt szeretném én látni. És meg fogod látni. Szeretném meg látni. Meg fogod látni. És ez a rongyilő mondta, hogy szeret. Mars tőle, aljas! Szerves ő, Mari, ne dobd el! Fogsz még belebeszélni a művészetembe? Soha! Ebben megy a síró majadon. Mint
Amire jár már,
messze, messze jár. Thank you.
Egyben, mert ilyenfajta méltatásnak, tárgyalatosnak, objektívnek illene lennie. Én meg nem tudok objektív lenni, amikor Parkatiről van szó. Nem tudok, mert ugyanazon városban nőttünk fel, mindketten tőzsgyökeres, nagyvárosi lokálnak tűnik. Ugyanabban az évben, hónapban, napon kezdtük el a művészeti tanulmányainkat a Marosvásárhelyi Szent György István Színművészeti Akadémián. Habár nem egy időben, de mindketten vállaltuk az emigráció, nem mindig csillogó valóságát. Vállaltuk, mert talán muszáj volt vállalni. Vállaltuk, az egyik mi voltunk, a színész mi voltunk, alkotását. Emigrővel együtt ő volt, aki elsőként Amerikában bátorított, okított, konkrétan segített, felfogott, és újra színpadra állt. Rendezőként bízott bennem, és ráhoztott szépen. Tehát félre minden objektivitással. Hadd szólaljon meg ma este a szín, a lélek. Engedd meg, hogy valljam be mindenki előtt, és talán mindenkivel együtt. Ne add fel a tüzet!
küzdelmeidet, hitedet, reményedet. Ígérjük ugye mindnyájan, hogy veled tartunk, amit csak tudunk. Teljesen.